Az elbeszélt történelem, vagyis a történelmi eseményeket megélők visszaemlékezései egyre fontosabb részét képezik a történelem tudománynak. Ebből a szempontból is fontos alkotás Klein Éva interjúkötete, ami a holokauszt túlélőinek és tanúinak elbeszélését tartalmazza. Ezt Fekete Antal tanár újságíró mondta el a Vannak még tanúk második kötetének bemutatóján a Nyíregyházi könyvtárban. Ez a kötet egy 2,5 évvel ezelőtt megjelent interjúkötetnek a folytatása, a második része. Tehát ez a cím is, hogy Vannak még tanúk második kötet. Szeptemberben lesz 3 éve, hogy az első kötet bemutatója ugyanitt volt. És a szerző, a Klein Éva folytatta ezt a munkát. Emlékeim szerint az első kötetben 20 interjú van, ebben 14, tehát ez egyik különbség. Miután terjedelemre ugyanakkor a két könyv, következésképpen egy-egy beszélgető társra nagyobb felület vagy nagyobb terjedelem jut. A másik különbség, hogy ebben megszólalnak olyanok is, akik szemükben nem érintettek, tehát nem tartoznak a zsidósághoz, nem érték meg a holokausztot. Ellenben gyerekkorukból, fiatalkorukból emlékeik vannak, és Éva ezt is fontosnak tartotta megörökíteni vagy rögzíteni. Hozzáteszem úgy is, vagy azt is, hogy az oral history, ez az elbeszélt történelem, ez egyre inkább helyet foglal a történettudomány eszközei között. A Vannak még tanúk második kötetében 14 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kötődésű holokauszt túlélővel készített interjú olvasható. Az első kötet megjelenését követően úgy gondoltam, hogy nem hagyom abba a tanúknak a felkutatását, a tanúk megszólaltatását, és lehetőségem nyílt pályázni a 70. évforduló alkalmából, ami megalapozta annak a lehetőségét, hogy egy újabb kötet megjelenjen. Ez a kötet annyiban más, mint az első, hogy nem csupán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei túlélőket szólaltatja meg, hanem igyekeztem az ország más részéből is megszólaltatni holokauszt túlélőket. Klein Éva elmondta, az interjú készítését tovább folytatja, de harmadik kötet összeállítását már nem tervezi.